Asztalon Zsolt a 2013-as Velencei Biennáli magyar képviselője, a Kiskunsági Nemzeti Park elzárt világát mutatja be új projektjében, a rezervátumban, amely március 24-ig tekinthető meg a B32 galériában. A Nemzeti Park célja, hogy egy bizonyos területen egyfajta ökológiai egységet őrizze meg a jövő és a jelen számára, amely védett mindenfajta ipari és mezőgazdasági hatásoktól. A park egy tisztán hagyott természetes rész a technokrata világunkban. A rezervátum című kiállítás épp ezért egy metaforikus projekt. Nagyon izgalmas, mert itt a galéria tere átalakult kicsit egy ilyen biológiai szertárnak a terévé valójában. Ugye a falakon nemzeti parkokról láthatunk leírásokat, ráadásul nagyon hivatalos nyelven, tehát ezek mind-mind a nemzeti parkokat képviselő egységes szervezet honlapjáról lettek összegyűjtve. Mögöttem ugye bakok vannak, amin a nemzeti parkok térképeit láthatjuk jól körülhatárolva, ezeket erőteljesen megvilágítva, és ugye leghátul pedig egy Zsolt által készített, majdhogy nem természetfilm az, amit ugye folyamatosan vetítünk. Ami szerintem egy új megközelítésmódja lehet ennek a kiállításnak, az, hogy ugye mi az, amit természetesnek veszünk, hogyan gondolkodunk a természetességről, és hogyha föltesszük magunkban a kérdést, ami egyébként a filozófiát már nagyon régóta izgatja, hogy a természetesség az egy konstruált fogalom, és ember által meghatározott az, hogy mi az, ami természetes, és mi az, ami nem természetes, akkor én azt gondolom, hogy egy jó kiinduló pontja lehet annak, hogy egyáltalán ebbe a kiállításba beleálljunk, és ebben a bolyongásban elkezdjünk részt venni. Én általában projekteket hozok létre, ez megint egy újabb projekt, sose foglalkoztam még a természetvédelemmel vagy a nemzeti parkokkal. Ez a kiállítás a nemzeti parkokról szól, de ez csak tulajdonképpen egy metafora. És egy picit meg is vezetem a nézőket, azáltal, hogy úgy néz ki a kiállítás, mint egy természetvédelmi kis szertár hangulat, ahol lehet bolyongani, információkat kapni, egy ilyen kis, pici kis természetvédelmi múzeum hangulat. De ez a nemzeti park, vagy egy körbehatárolt terület tulajdonképpen egy metafora is egyben, ami az én célom, az igazi üzenetem, hogy hogyan hozunk létre mi a saját lelkünkben, vagy a társadalmunkban, vagy a történelmünkben, vagy különböző szinteken körülhatárolt érintetlen tiszta területeket, amelybe bezárunk bizonyos értékeket, és nem is engedünk be semmi mást. A kiállítás március 24-ig tekinthető meg a Bartók 32-ben.